a meghívást. Már nem ide tartozik, de eszembe jutott, amikor készültem erre a beszélgetésre, hogy 2005 márciusában, március elején volt egy parlamenti vita az ügynöktörvényről, és ennek során, most már eszembe jutott még valami. Na. Kicsit kapkodok, csapkodok. Valami. Igen. Tessék, mondja. Ezzel a készfogással kapcsolatban az jutott az eszembe, de teljesen nem is tudom, hogy szabad-e elmondani, de azért elmondom, hogy úgy elgondolkodtam azon, hogy a sólyom elnök úr otthon ezt a készfogást az apósával hogy intézi el? Tényleg ez egy komplikált dolog, mert az apósa az az én volt pártitkárom a Nemzeti Bankban, egyébként egy jóra való rendes ember, de hát mondjuk azért, mint helyettes pártitkár, azért mondjuk nem kifejezetten a jobb oldalon állt. Én csupa jót hallottam egyébként az apósáról, aki nem csak hanem, hogy a Nemzeti Bankban volt pártitkár, hanem Baranya megyei első titkár is volt. Igen, igen, utána. Mert eljött hozzám, hogy szeretne lemenni valamilyen okból Baranyába, ő akkor a Budapesten volt, ő az egyik helyettesem, és akkor elintéztem, hogy ő menjen Baranyába, ha ott jobban érzi magát, és ott lett aztán ilyen pártfunkcionárius. Úgyhogy a legnagyobb meglepetésemre hallottam, hogy milyen családi kapcsolatba keveredett az idők folyamán. Fura csavarjai vannak az életnek. Igen, ez engem nagyon meglepett, mert ez egy rendes embernek ismertem ezt az apust. Ahogy hallom, él még, 90 körül jár, jó egészséget kívánunk innen is. Na jó, akkor zárójel bezárva megyek tovább. Szóval 2005 márciusában az ügynöktörvényről volt szó a parlamentben, és ennek során az ellenzéki padsorokból valaki felvetette, hogy a rendszerváltás, nem is értem, hogy került oda a téma, a rendszerváltás az igazából valamikor akkor kezdődött, amikor Magyarország belépett az IMF-be és a Nemzetközi Valuta Alapba. És akár tetszik, akár nem, ez már számtalan helyen elmondatott, leíratott, hogy ennek a kezdeményezője, illetve a gyakorlati végrehajtója tulajdonképpen ön volt. Igen, és innen is, én büszke is vagyok rá, mert akkoriban a helyzet... De ugye nem arra gondolt akkor, hogy a rendszer hogy rendszert akar váltani? Én nem a rendszerre gondoltam akkor. Én arra gondoltam, hogy Magyarország gazdasági helyzete akkor rendkívül labilis volt, hogy finom legyek, és a külföldön ugye volt olyan szocialista ország akkori, amelyik nem tudott fizetni, és mindenféle hírek keltek napirágra, hogy a magyarok is előbb-utóbb be fogják dobni a törül között. És akkor én azt mondtam az akkori vezetésnek, hogy az egyetlen megoldás, amit látok, hogy a lengyel bukás meg a többi bukás után, hogyha mi az IMF-be és a Világbankba belépünk. Mi ezt már megkíséreltük, akkor nem sikerült, mert a Szovjetunió rendkívül ellenezte ezt a lépést. És ezért azt tanácsoltam, hogy próbáljuk ezt úgy csinálni, hogy nem szólunk senkinek, hanem úgy szép csendesen elintézzük, mert ez megoldaná a mi problémáinkat. Igen, és innentől kezdve a történet ismerős. A dolog számra csak azért vált érdekessé, mert hogy az ellenzéki padsorokból mondták azt, hogy a rendszerváltás ezzel kezdődött. Ez viszont megint csak, hogy mondjam, nem ellenzéki. Néha mondanak furcsát ezek az ellenzékiek. Nem ellenzékiekhez kötődő. Na, miért kértem meg erre a beszélgetésre, hiszen nem először van ön a magánbeszélgetésben. 30 éve, amióta van szerencsém ismerni, azóta időről időre meg szoktam hívni egy riportra, beszélgetésre, mert hogy közismert, köztudott már amennyire, hogy az ön véleményére a gazdaságot illetően szerte a világban nagyon komoly helyeken mindig érdeklődve figyelnek. Itthon viszont nem annyira. Engem meg érdekel, hogy mi a véleménye. Nézzük először, kezdjük hát a külvilággal. Hát az engem is zavar, ugye, mert azért nekem furcsa, hogy valahonnan a világ másik vállalatájáról megkérdeznek dolgokba, amik hát az ottani országnak fontosak. És itt, hogy szembe lakom, az én irodám szembe van a parlamenttel, tehát csak át kéne kiabálni, de nem nagyon kiabálnak át. Na most pillanatnyilag a világban olyan dolgok vannak, ami engem is nagyon érdekel, mert alapvető változások történnek a világban. De itt nem nagyon beszélünk róla. Hát hagyd mondjak kettőt. Az egyik az, hogy a világ legnagyobb hitelező országa, az Egyesült Államok, most a világ legnagyobb adósa lett az elmúlt 3 évben. A másik ilyen csoda, hogy a világ legnagyobb devizatartalékának birtokosa volt,
és ma a világ legnagyobb devizatartalékát a távol-keleti országok, Japán, Kína, Korea, persze Dél-Korea és a többiek birtokolnak. Ez egy olyan változás, ami azért mondjuk az elmúlt évtizedekben egy egész szokatlan dolog volt, hogy ne az amerikai legyek az a leggazdagabb, a leghitelkedőbb. És ez a helyzet most egyre inkább, hogy úgy mondjam, kínossá kezd válni. Mert olyan nagyok az amerikai deficitek, ez egy óriási ország, mindenben nagy, a deficitben abban is nagyon nagy. Ebben az évben az én számításom szerint lehet, hogy tévedek és alul értékelem, mert a 800 milliárd dollár lesz a fizetési mérleg deficitje Amerikának. Ezt valakinek be kell tenni a pinkába. Na most képzeljék el, hogy ezt a 800 milliárdnak a felét, azt Kína meg India, meg ezek a távol-keleti országok finanszírozzák. És a kérdés az, hogyha ez a tendencia folytatódik, és az amerikai Egyesült Államoknak ekkora deficitje lesz még egy pár évig, mint ahogy az elmúlt pár évben már 600, 700, 800, minden évben egy százassal nőtek. Már 100 millió, már mennyivel? 100? 600 milliárd, 700 milliárd, 800 milliárd. 100 milliárd dollárral nőtt dollár. Évente a deficit. Annyi a deficit, igen. A fizetési mérleg. Ezt valakinek finanszírozni kell. Akik finanszírozzák, elmondtam, hogy kik a fő finanszírozók. És az a kérdés, hogy ahhoz hozzászoktunk, hogy Amerika hitelező, és elég türelmes hitelező, hosszú időn keresztül hitelezett. Nem tudjuk még, hogy ezek az új hitelezők vajon milyen türelmesek. Mit szólnának például ahhoz, ha azt mondanák a kínaiak mondjuk, akik egy évben 200 milliárd, még 150 milliárdokat adnak be ebbe a deficitnek a fedezetére, hogy ők most egy kis valami reál értéket akarnak, például a treasury billek helyett, amit az amerikaiak nyomnak papírra, és avval fizetnek ma, hogy mi lenne, ha például aranyat kérnének, vagy ezüstöt, vagy mit tudom, valami más ilyen értékálló valamit. De ebből óriási botrány már. Így is még csak nagyon kicsit, csak éppen megemlítik, hogy időnként kellene valami mást is, és az aranyára fölment már ugye 300-600 dollár unciánként. Tessék szépen nekem segíteni, hogy megértsem igazából. Ad abszurdum, hogyha egyik napról a másikra azt mondja Kína, hogy kérem szépen vissza a pénzemet, amit eddig odaadtam hitelbe, kölcsönbe, vagy nem tudom milyen formába, akkor ezt vissza kellene adni az amerikai gazdaságnak, de honnan veszi elő? Igen, ez az én kérdésem is, hogy olyan nagy összegekről van szó, hogy ezeket nem lehet csak úgy elővarázsolni, és hát ez a tendencia most már évek óta, minden évben több a deficit, és minden évben több a követelése Kínának, Japánnak, Koreának, többieknek, Indiának, és ezek egyenlőre örülnek, mert eladnak egy csomó árut Amerikába. Ez az ő számukra egy életkérdés, hogy exportálni tudnak, mert olcsók, mert jó a munkaerő, meg tudod, hogy mi a, tudja, hogy mi itt a világon ebbe a probléma. Na de azért, hogyha ez túl sok, és a dollárkövetelés túl nagy, akkor egy dollár leértékelésnek tragikus következménye lehet azokra, akik a dollárokat most gyűjtik. Uh-huh. És azért papír treasury billekért exportálni árukat éveken keresztül az azért egyszerre azért annak vége lesz. Na most, ha valaki annyira nem ért a gazdasági ügyekhez, mint mondjuk én, az akkor itt ettől egy pillanatra szívéhez kap, és azt mondja, hogy akkor most minden dollárt átváltok, mondjuk kínai yuanra, vagy nem tudom mire. Hát nézze, ez a veszély, hogy kicsit azért átváltogatnak, az azért már van, de a nagy menekülés a dollártól még nem következett be. Tehát egyenlőre nincsen baj. A baj ott van, hogy ez az adósság évről évre 800 milliárd dollárral nő. 700-800 milliárd dollár. És ez nagyon sok pénz. És ezt valakinek finanszírozni kell. Mi aki... lehet a vége? Volt valami hasonlóra példa a világgazdaságban? Hát, hogy a legnagyobb, a leggazdagabb ország kerüljön ilyen helyzetbe, ilyen még nem volt. És nem tudom, hogy az új hitelezőknek mekkora a türelmük. Uh-huh. A 30-as gazdasági vagy 31-es gazdasági világválságot megelőzően nem hát, volt ilyesmi? Hát ekkora számokról. Nem lehetett akkor szó. Nem is de jó, de hát akkori helyzetben is azért, hogyha egy bank csődbe ment, abból lett egy világválság, mert egy nagy bank ment csődbe. De hát az akkor ugye szokatlan volt, a Rothschild bank ment Bécsbe csődbe, és utána az egész bankrendszer megingott. Uh-huh. Hát most, ha valami történne, hát ennek azért számszerűen sokszoros annak, ami akkor volt. És mi történhet? Az Egyesült Államokban egy túlfogyasztás van. Jól élnek az emberek. Amerikaiak nem törődnek vele, mert
papírokért kapják az árut, olcsó árut. Ez olcsó áru, azt értem, hogy a kínai, japán, meg ezek az áruk van, de olcsóbbak, mint a világpiacon a más országokból származó áruk, és ezek az olcsó árakkal az inflációt is alacsonyan tudják tartani, és ellátják a lakosságot. A lakosság pedig az olcsó áruk következtében, hát a reálbérek nem rosszul alakulnak, ha olcsón tudok vásárolni, akkor marad a reálbér vagy nő. Úgyhogy a lakosság felé ez egy pozitív dolog. Itt egyetlen egy dolog van, hogy ez a lakossági jóérzést, ami azt okozza, hogy lehet olcsón árut venni, és hogy jól élnek az emberek, mert az, mondjuk azon fölül élnek, mint ahogy a lehetőségeik vannak, van egy probléma, hogy ez a luk keletkezik a fizetési mérlegben, amelyik évről évre nő. Volt ilyen nálunk is. Igen, volt, de nem ilyen mértékben. Hát nem, természetesen nem ilyen mértékben, de volt nem is olyan régen, és ezt nyugjuk a mai napig. Hát azt azért nem mondanám. Mert? Nem, mert azért a mi helyzetünket, ugyan van olyan szerveben az országban, aki naponta kétszer elmondja, hogy a csőd szélén állunk, még ilyen baj van, olyan baj van, de hát én szívesen beszélnék a magyar helyzetről, mert egyáltalán nem olyan tragikus, mint ahogy megpróbálják egyesek ezt bemutatni. Mindjárt beszélünk róla, de még egy picit a külföldi aspektusnál, hogy a mi helyzetünket külföldön hogy látják? Hát nézze, egy ország, amely 50 éve soha egy napot nem késett a kötelezettségeibe, miközben a világ nagy országai, kis országai időnként csődbe szoktak venni, hát azoknál, akik a hitelt adják, van egy lista. Kivel, mikor volt baj? És ezen a listán Magyarország az első helyen áll Finnországgal, ahol soha semmiféle probléma nem volt. A visszafizetéssel? A visszafizetéssel. Mi fölveszünk hiteleket és visszafizetjük, lejáratkor, pontosan. Na most ez ad egy bizonyos előnyt másokkal szemben. Másik, hogy akármilyen furcsa hangzik, ez egy politikailag stabil ország. Itt minden 4 évvel elmegyünk választani, választunk valakit jól vagy rosszul, akit megválasztunk 4 évre a miénk. Itt közben nincsenek cirkuszok. 4 év letelik, akkor újra választunk, és akkor lehet, hogy megint más. Ezt komolyan tetszett most mondani, hogy nincsenek közben cirkuszok? Azért mostanában, én nem tudom, ugyanazokat a híreket nézzük? Ugyanazokat a híreket nézzük, és tessék megnézni. Most volt egy bizalmi szavazás a parlamentben. A kérdés az volt, hogy megbízzuk-e tovább a Gyurcsány kormányt, hogy vigye az ügyeket. Ja, ez egyszerű volt, parlamenti többsége van a kormánypártnak. De 40 fős parlament többség. Akkor, amikor olyan országokban, akik körülöttünk vannak, egy vagy két fővel vezetik a bótot, és pillanatokon belül megbukik egy kormány, ha egy ember megbetegszik, mert nem megy el szavazni. Hát azért egy 40 fős többség azért az egy nagyon komoly többség. És ez a többség azután van, hogy 4 éve vezetik a bótot, és hát az emberek mégis azért azt mondják, hogy ez egy megbízható társaság. Legalábbis ezt a következtetést vonom le. Ön úgy látja, hogy ami az elmúlt hetekben az utcákon volt, az a mi hírünket a külvilágban nem rontja? Rontja. És abban nyilvánul meg, hogy 4%-kal nekem többet kell fizetni a hitelek után, amire én rengeteget mérgelődök. Mert fölöslegesen kidobjuk a pénzt az ablakon. Mert az én partnereim azt mondják, de hát azért maguknál van a Kossuth téren ilyen tüntetés, meg követelik, hogy a váltsák le a miniszteren. Szóval van egy csomó dolog, ami nem tetszik odakint. De ez nem alapvetően változtatja a Magyarország megítélését. Ez csak egy kicsit ront, és az a kis rontás az 4,5%-ba kerül. Most fölvettünk tavaly 500 millió eurót, az idén is fölveszünk 500 millió eurót, és a kettő között a különbség 3,75 és 4,13%. Tessék szépen konkrét számban mondani ezt nekem, mert én nem tudom ezt átszámolni most. Fölvezünk egy 7 éves hitelt, évenként fizettünk tavaly márciusban 3,75%-ot, mindent költséggel együtt, évi 3,75%-ot. Ugyanez az 500 millió ma ugyancsak 7 évre 4,13%-ba kerül. Kettő különbsége 3,75 és 4,13, ez olyan 35 pont. Ez egy évben jelent 500 milliónál 15 millió dollárt. Tehát az, hogy ezek a cirkuszok vannak, ez upstart jelent 15 millió egy dollár évbe, veszteséget. Egy évbe. Igen. Ez nem biztos, hogy megéri. Én gondolom, hogy nem éri meg, és azt, hogy nem hiszem, hogy egyáltalán fogalmuk lenne, hogy ez mit jelent ez az ugra-bugra itten, hogy ők itt kiabálnak. Mert azért ez egy jogcím arra, hogy a hitelező azt mondja, nézze, fekete úr, maguk ugyan, megbízunk magukba, meg tudjuk, hogy maguk ez az amaz, de hát most maguknál ilyen zűrök vannak, hát az azért pénzbe kerül. Viszont azt szokták mondani erre, hogy a demokráciának megvan az ára. Igen, de ilyen árat nem tudok elképzelni, ahol az ország saját
bizonyos körei az ország érdekei ellen dolgozzanak. Hát ilyen azért nem szokott előfordulni. Kivéve nálunk, ahol van egy szerv, nem akarom néven nevezni, ahol a vezetők rendszeresen elmennek, és mondjuk csak ezt a szót tudom használni, hogy bemószerolnak minket, hogy milyen vagy olyan, vagy amolyan dologban nem vagyunk. Én ha jól értem és követem a gondolatot, akkor most saját régi munkahelyéről beszél. Azért nehéz a sorsom, mert én ott 40 évet letöltöttem, és akkor nem ez volt a divat, hogy az ország érdeke ellen beszéljünk külföldön. Rémületes dolgokat olvasok, hogy mikről beszélnek a mi ellenzéki vezéreink. Nézze, az ellenzéknek joga van arra, hogy a parlamentben megbírálja a kormányt, hogy elmondja, hogy mivel nem ért egyet, hogy milyen új javaslatai vannak, amik jobbak, mint a mieink. És sőt, még az ellen sem vagyok, hogy egy órára kimennek tüntetni, és azt mondják, hogy mondjon le a kormány. De azért azt, hogy azokhoz a szervezek, akik döntenek a felénk való politikába, ahhoz elmenjenek, és minden rosszat elmondanak erről a kormányról és az országról, ilyen még a történelemben nem fordult elő. És van ennek bármiféle hatása? Lehet befolyása annak, hogyha egy ellenzéki vezető... Nem, látja, az 500 milliót megkapjuk így is, úgyis csak kicsi drágább. Hát akkor van hatása? Van egy pszichológiai hatás, hogy hát azért... Most már azért 3,75 az túl szép volna, most már fizes 4-et. És akkor veszekszünk, hogy mennyit fizessünk. De hát itt azért arról van szó, hogy az ellenzék, a magyar kormány ellenzéke olyan tevékenységet folytat szándékosan, és olyan dolgokat híreszt el, ami nem felel meg a valóságnak, ami rontja a mi nemzetközi megítélésünket. Ehhez nincs joga az ellenzék. Hogy térjek vissza egy pillanat az államadósságra. Az ellenzéki oldalon leggyakrabban azt szoktuk hallani, hogy az államadóság nagysága, az eladósodás mértéke és az eladósodás törlesztésének a mértéke oly nagy, hogy az már tönkreteszi a gazdaságot. Most az előbb mondta az Amerikai Egyesült Államok példáját, ahol ehhez képest gigantikusak a számok, jó, az ország is gigantikus ehhez képest. Őket ez nem izgatja? Az ő eladósodásuk? Kérem szépen, van egy Európai Unió, amelynek van egy szentírása, úgy hívják, hogy Maastrichti Egyezmény. A Maastrichti Egyezményt akkor hozták létre, amikor nagyon jól ment a gazdaság a világon, és különösen jól ment Európába. 1992-ben. Ez a Maastrichti Egyezmény azt a célt szolgálta akkor, hogy a fő ellenség az inflációt valahogy megfékezzék. És nagyon szigorú szabályokat hoztak, hogy milyen pénzügyi módszerekkel lehet az inflációt féken tartani. A szemezdedik világos. Igen. Na most a Maastrichtban benne vannak például egy olyan szám, hogy mennyi az eladósodási fok, ami elfogadható még, és ahol még nincs baj. Ez a fok, ez 60%-a, és nem tudok más mondani, mint GDP, ez a nemzeti össztermék, de hát nálunk ezeket most már mindenki előkelően GDP-nek hívja. Tehát 60%. Mi az elmúlt évig 60 alatt voltunk. Ebben az évben túllépjük a 60-at. Ez igaz. Mennyivel? Hát ha fölmegyünk 60-70-re. Na most, ha azt nézem, hogy a többiek hogy állnak, akkor a következő jön ki. Van három ország, Olaszország, Görögország, Belgium, amely 100% körül van. A 60 helyett. Hallott maga valaha egy mondatot, hogy szegény Belgium, vagy szegény Olaszország, hogy ezekkel baj van? Náluk 100. Japán az nem tagja az Európai Uniónak, 160%-ig van eladósodva a GDP-je. Mi vagyunk most 50-60 fölött, igaz? Ez nem jó, mert ugye 60 a határ, de hát azt pár év alatt beadtuk ezt a konvergencia tervet, hogy hogy akarjuk ezt megjavítani, és pár év alatt vissza fogunk menni a 60-ra. Uh-huh. Szóval. Ilyen egyszerű. Tehát a többieknek is bajuk van. Na most, még akkor Európára visszatérve, ez a Maastrichtet olyan időben írták alá, amikor az általános fölendülés volt az európai országban. 92, igen. Igen. Na most ezután az történt, hogy ha már ilyen jól megy, akkor vissza kell fogni, mert az infláció azonnal betör, hogyha nagyon jól megy, nagyon gyorsan haladunk, akkor ebben lehet inflációs hatása. Számok, amiket megszabtak, hogy 3%-nál több nem lehet a költségvetési hiánya, hogy 60%-nál nem lehet több az eladós. Szóval ilyen kemény számokat. Egy fölendülő gazdaságban ez oké. Csak közben ez a gazdaság nem fölendült, hanem lelassult. És lelassuló dekonjunktúrás. Már az egész Unióban. Egész Európai Unióban. Hogy
Németországnak a növekedése mondjuk 1%, meg Franciaországi 1,5%. Ilyen növekedés mellett nem lehet ugrabugrálni, hogy csak 3, meg csak ennyi, meg csak annyi. Ez a Maastrichti egyezmény, amit annak idején a teljes konjunktúra idejében elfogadható volt, és megszorító jellegű, és inflációellenes, ez ma kifejezetten a gazdasági fejlődést visszafogó, tulajdonképpen teljesíthetetlen. Mert azok az országok, amelyek a vezető országai az Európai Uniónak, a legfontosabb számokat évek óta nem teljesítik. Akkor most nem kellene valamilyen módon elérni a Maastrichti egyezménynek a valamiféle módosítását? Szívemből veszt. Én is erre gondolok. Hogyha valami nem megy, akkor nem szabad erről. Na jó, de ha én ezt én kérdezem meg itt ebbe a stúdióba, ezt senki nem hallja meg, viszont ha ön teszi valahol szóvá. Kérem, én többször elmondtam, hogy ezeket a számokat együtt, 7 ilyen szám, vagy 6 ilyen szám van, dekonjunkturális időben nem lehet teljesíteni, ezt én állítom. Vagy a 3% nem megy, vagy a 60% nem megy, vagy a 2%-os infláció, valami nem megy. Na most, hogyha egy ország csoport olyan feltételekhez köti a tagságot is, próbálja a korlátok között tartani az inflációt is egyebet, amelynek az eredményeképpen így lelassul a gazdasági fejlődés, hogy az egész Európai Unió ma 2% alatt van. És akkor nálunk mindenki siránkozik, hogy csak 4. Hát azért tessék tudomásul, hogy évek óta mi kétszer olyan gyorsan fejlődünk, mint az Európai Unió átlaga. Hát olyan rossz ez. Lehet, hogy a 4-ből most 3,9 lesz az idén, és ez már egy tragédia. Már csak 3,9. Tehát nézzék meg Németországot, Franciaországot, az 1% meg 1,5%-kal. Nézzük meg a többi számot. Igen. Jó? Jó. Hogy néz ki az export? Az export évenként minimum 10%-kal nő. Ennek az az oka, hogy Magyarországra az elmúlt rendszerváltás óta, vagy nem tudom, hogy beszélik ezt a 15 évvel ezelőtti változást, annyi pénz jött be, 53 milliárd euró, ami ennek a kis országnak rengeteg pénz. Na most, ha valaki azt hiszi, hogy a tőkések azért adják ide ezeket a pénzeket, mert azt hiszik, hogy itten majd visszakapják minimális haszon mellett, akkor téved. Ezek azért hozzák ide, hogy jó beruházásokból minél több nyerességet tudjanak produkálni. Az, ami bejött Magyarországra, ez a rengeteg pénz, ez Magyarországnak rengeteg pénz, az csupa jó beruházásban, vagy legalábbis olyanban, amit a tőkések nagyon megvizsgáltak. Ezért van az, hogy nekünk évenként azért 10%-kal nő az exportunk. Vagyis az új beruházások olyan árukat produkálnak, ami eladható, versenyképes. Na most, hogyha ezt az országot, most visszamenőleg nézem, hogy az elmúlt években minden évben hozták a 10%-ot, minden évben bejön 4 milliárd, 3,5 milliárd új pénz, euró, akkor az a deficit, ami tényleg van, és tényleg sok, és tényleg kellemetlen, annak a nagy részét ezek a bejövő tőkék fedezik. Úgyhogy azért olyan nagy csőd, meg pusztulás, meg ilyen, erről nincsen szó. Addig, amíg az ország a hosszú lejátú hitelekből tudja finanszírozni azt a deficitet, ami ténylegesen nem jó és megvan, addig azért a nagy baj nincsen. Akkor miért csináljuk mi ezt? Tulajdonképpen most visszacseng nekem valami, amikor az összödi beszéd nyilvánosságra került, nem sokkal utána a Times, ami tudjuk elég konzervatív, a legrangosabb konzervatív angol napilap, abban megjelent egy jegyzet, szerkesztőségi jegyzet, 3 pontban lehet tulajdonképpen összefoglalni a tartalmát. Az első pont az volt, hogyha a magyarok nem tudták, hogy országuk milyen gazdasági helyzetben van, akkor ők az egyetlenek, akik ezt nem tudták a világon. A második pont az volt, hogyha a miniszterelnök jelöltek korábbi beszédeiből nem hallották ezt ki, akkor a földbe dugták a fejüket, és a harmadik pont, az is nagyon érdekes volt, mondjuk nem közvetlenül a gazdaságra vonatkozik, de érdekes volt, és ez volt a záró gondolata, még egyszer mondom a Times-nak, hogy ha most minden politikust, aki valaha szépítette országa gazdasági helyzetét, kizavarnánk az ENSZ közgyűléséről, akkor ott egy élőhelyek nem maradna. így volt, igen. Ez volt. Kérem szépen, az, hogy egy ország igyekszik a számokat úgy prezentálni, hogy neki kedvező, ezzel nincsen semmi baj. Most volt egy olyan eset, hogy volt egy ország, nem akarom a nevét nevezni, aki úgy került be az Európai Unióba, hogy a számok nemhogy nem voltak mondjuk kozmetikázó, egyszerűen hazudott. Olyan számokat mondtam, ami nem volt igaz. Teljesen megmondom, melyik ez az ország.
délre van tőlünk, de nem akarom őket bántani, igen? Azóta nagyon jó barátok lettünk. De ez az országot, amikor kiderült, hogy a számuk hamisak, semmi baj nem történt. Azt mondták, ennyi, hát ezt mégse szabad, hogy maga azt mondja, hogy pusza van, hogy mindez. Magyarországot most azzal vádolják az ellenzék oldaláról, és hivatkoznak a miniszterelnöknek a nyilatkozatára, amelyel én a magam részéről nem nagyon értek egyet, mert ennyire nem kell azért túlmenni az önkritikán, mert nem igaz az, hogy semmi nem történt, nem igaz az, hogy nagyon el vagyunk adósodva. Tény az, hogy mi minden évben elmondtuk, hogy deficitünk van a költségvetésben, minden évben elmondtuk, hogy deficitünk van a fizetési mérlegben, egy dolgot nem mondtuk, hogy ez tarthatatlan. Most elmondta a miniszterelnök, hogy ez tovább nem megy. Ez a most nagy önbírálat, hogy azt mondta, kérem, itt most évek óta mindig deficit volt, ez most már így tovább nem megy, és nagyon kemény intézkedéseket javasolt ennek a kijavítására. Ezt a világ közgazdasági közvéleménye megnyugodva tudomásul vette. És azt mondja, hoppá, ezek úgy látszik rájöttek arra, hogy túlságosan lazán kezelték a költségvetésnek a fizetési mérleget. Ez nekünk jó, ez egy jó adós, nem volt velük 50 évig semmi baj, most megint nem lesz velük semmi baj. És a hitelképességünket ez a beszéd, amelynek vannak bírálható részei, mondjuk nem volt egy nagyon udvarias beszéd, és hát volt benne egy csomó trágár, meg minden, amivel én nem értek egyet, mert nem kellett volna ezt mondani, de a lényegét tekintve ez a beszéd segített nekünk. Magyarok komolyan veszik, meg akarják szüntetni a deficitet, ezek 50 éve mindig megcsinálták, most is meg fogják csinálni. Mi nekünk, hogyha pénz kell, kimegyünk a piacra, nem kell megmondani, hogy mire kérjük, nem kell megmondani, hogy mik az indokok, mennyi kell, és akkor 3 hét alatt együtt van az 500 millió. Rendben van, akkor jön a továbbiakban is a pénz, ezt értem, és ez jót tesz a gazdaságnak. De mi a garancia arra, hogy ez nem egy feneketlen zsákba, megint nem valami olyan helyre megy, ahol el is vész rögtön? Hát ez egy jogos kérdés, de erre a válasz a következő. Hát, tudom, hogy olyan... ezt a választ nem ön szokta adni, jó, mert önt mindig azzal gyanúsítják, hogy hozza a pénzt, viszont... Nem én ellenőrzöm, hogy mire költik. Igen. De azért mostan kicsit változott a helyzet. Arról nem beszél most általában az ellenzék, hogy mi belekerültünk egy olyan körbe, ahol pénzt adnak. Ebbe az Európai Unióban most egy csomó pénz van, amit szétosztanak az új tagok között, és a régiek között, amelyek gyengék. Ezek rengeteg pénz. Na most ennek a pénznek az ember azt hinné, hogy mi az? Hát ezek megváltoztak, ezek a tőkések, ezek most egyszerűbe ilyen jóságosak, hogy vissza nem térítendő pénzeket adnak, 23 milliárd eurót Magyarországnak 7 év alatt, rengeteg pénz. Mi az oka ennek? Fordítsuk le ezt egy picit, hogy évente ez mennyi? Ez évente 850 milliárd forint. Uh-huh. 850 és 900 vissza milliárd vissza nem térítendő támogatás azoknak az országoknak, akik most beléptek az Európai Unióba, és azoknak a régieknek, akik még nem érték el az átlagot. Bocsánat, teljesen vak gondolat. Ez nem arról szól tulajdonképpen, hogy ez egy megkésett második világháború utáni marssal segély? Hát a marssal segélynél az a különbség e között meg a között, hogy a marssal segélyenhez képest egy nagyon kicsi összeg volt. Jó, de hát más volt akkor a pénzértéke is. De azért magát az indokot akarom mondani. Uh-huh. Bevesznek egy csapatba 10 új tagot. Miért veszik be? Azért, mert új piacra van szükségük. Ezeknek minden kell, mert ezek az országok nincsenek még ellátva. Annak érdekében, hogy ezek tudjanak vásárolni, ezért adok nekik egy hitelt. Ahhoz, hogy nekem gyorsan érjen oda az áru, javítsák meg a közlekedést, csináljanak autópályát, vasutat villamosítsák, a hajóthatóvá tegyék a Dunát, csináljanak egy csomó dolgot, hogy mi az árunkkal minél könnyebben odajutunk. Ez egy abszolút logikus kalkuláció az ő részükről. A mi részünkről pedig az, hogy azokat a infrastruktúrális beruházásokat, amelyekre a legnehezebb a pénzt összeszedni, mert nagyon hosszú lejáratra lehet csak megtéríteni, ezekre a célokra, tehát az infrastruktúrára ezek a pénzek felhasználhatók. Vagyis nekünk van egy olyan 7 év előttünk, 2007. január 1-től 2013-ig, ahol évenként 850 milliárd, ha tudunk megfelelő javaslatokat tenni, olyanokat, ami tetszik Brüsszelnek is, és ezek között elsősorban ez az infrastruktúrális beruházások vannak, akkor nekünk egy óriási megkönnyebbülés az, hogy arra a célra, amire muszáj pénzt adni, és amire ki kell izzadni a pénzt, arra a pénzt vissza nem térítendő. Jó, hát innentől kezdve persze akkor teljesen világos, hogy tulajdonképpen itt nem politikai,
politikai és nem ideológiai ellentétek vannak a két oldal között, pusztán arról szól a dolog, hogy kioszthassa el ezt a pénzt évente. Na most ebben is ugye van egy olyan dolog, hogy a Gyurcsán legutóbb, a miniszterelnök legutóbb tett egy megjegyzést, hogy ezt közösen meg. Én szerintem a legjobbat kell kiválasztani. És az lehet, nem meg lennék lepve, ha így volna, de lehet az ellenzék oldaláról javaslat, és lehet a kormány oldaláról. A jó javaslatokat el kell onnan is fogadni, csak egyelőre nem láttam olyat, mert mit mondanak ők? Azt mondják, hogy kérem, nekünk nagy az adósságunk, ez baj, kimászni úgy lehet, hogy még több adót csökkentünk, és ha adót csökkentünk, akkor föllendül a gazdaság, és abból vissza fogjuk fizetni. Na ezt most a Bush megcsinálta Amerikába, hogy ugye háború kezdett, Irán, Irak, mit tudom én, egy csomó helyen, és egy csomó deficitjük keletkezett, és adót engedett. Adóból engedett. Most tessék megnézni, hogy hova jutott. Hát micsoda őrült javaslat az, hogy egy ország, amelynek hiánya van, költségvetésben, adósságai vannak, ahol kezdi, hogy még próbáljunk valamit az adóból visszaadni. Hát ez egy öngyilkos politika. Hogy majd 5 év múlva ennek jó kezük lesznek, akiknek most elengedem az adóját. Azt elhiszem, de mi lesz jövőre, meg 2 év múlva. És ez a politikájuk lényeg. Ezzel vádolják a kormányt, hogy ők adót akartak csökkenteni, ezek meg itten adót emelnek. Az adóemelésnek szerény mértéke, mert ez nem olyan nagy adóemelés. Miről van szó? Volt egy kormány, amelyik azt mondta, amit megígértem, odaadom. Ez volt ilyen a megyesi kormány? Igen. Ilyen még a világtörténelemben nem volt. Hogy amit ígérnek egy választási harcba, utána a gentleman módjára azt mondják, amit én ígértem, odaadom. Rendben van. Ez az ígéret túl sok volt. Ott olyan helyen, ahol 50%-ra emelték a béreket. Közalkalmazottak? Például. Na most gondolj el, ebből vissza akarok venni 3-at. Mekkora üvöltés van? Mert hogy 50-es zsebre vágtak, az rendben van. De hogy visszaadni, hát ki hallott ilyet, hogy vissza akar venni 3%-ot ez a kormány. És csináltak egy olyan hangulatot, hogy a végén ezek a polgármester választás, meg egyéb ilyen választásokon sikerült nekik egy csomó sikert elérniük, mert visszaadni ez nem létezik. Ilyen példa nincs, hogy valaki vissza... Azt, hogy odaadták az 50-et, rendben van, azt köszönjük szépen, visszaadni ez nem megy. Ez Magyarországon legalábbis nem megy, de máshogy sem megy. És még valamit mondanék ennek kapcsán, mert ugye ez hozzátartozik. Mindenhol a világon túlelosztás volt az elmúlt években. Amikor jól ment, akkor mindenhol túlelosztás volt, jól éltek. Az utolsó egy évbe, másfél évbe egyetlen olyan választás nem volt Európában és a világon, ahol a kormány megnyerte volna a választásokat. Németországban egy hölgy lett a kancellár, megbukott a kormány. Olaszországban egy Berlusconi nevű férfiú volt a miniszterelnök, megbukott, jött egy Prodi nevű. Ausztriában megbukott a kormány, jött helyette valaki más. Most meg fog bukni a francia, a Chirac, mert jön egy nagyon okos és csinos nő, aki szocialista és aki nagyon okosakat mond, ő fog nyerni, de sorolhatnám. Amerikában mind a két házában. Alsó, tehát a szenátusban és a képviselőben, ahol óriási többsége volt relatíve, mert csak a harmadát lehetett most például a szenátusban újra választani, meg a kormányzóknál. A harmadának a különbsége olyan nagy volt, hogy megnyerték a választást a demokraták szenátusban is. A képviselőházban pedig óriási többség van. Vagyis az emberek jól éltek, mert a kormányok úgy látták, hogy ez a jó, hogy adunk valamit a népnek, akkor népszerűek leszünk. Utána kiderült, hogy túl sokat adtak, és valamit vissza akarnak menni. És abban a pillanatban minden kormány megbukik. Egy kivétel van, és ez a magyar kormány. Ez a magyar kormány sem mondta a kampányban, hogy vissza fogok venni. Hogy mit mondott, az egy más kérdés. Hát nem más kérdés, mert pont azon megy a cirkusz. De nem más kérdés, mert ő csak a felét akarta adni, amit az ellenzék mondott. Ő szerényen csak annyit ígért, mint a fele annak, amit a ellenzék mondott. Tehát neki is muszáj volt belemenni ebbe a harcba. Na de most fölébredtek, és hogyha az a beszéd, amit meg összödön elhangzott, ha annak a lényegét nézem, és nem a formáját, akkor ebbe a beszédbe azt mondja a miniszterelnökünk, hogy ez így tovább nem mehet. Uh-huh. Most ennek a hatása rendkívül pozitív a világban.
egyrészt ezeket a trágáságokat nem lehet lefolytani semmilyen nyelvre, úgyhogy ez kimarad, de a lényeg a beszédnek az, hogy emberek, évek óta deficitesek vagyunk, ennek meg kell szűnni. Túlosztottunk, 50%-os béremelések, stb., ezt nem bírjuk, kész. Hát ez egy tisztességes, nyílt beszéd. És az, hogy a választás előtt ezt nem mondta, hát hogyha ezt mondta volna, akkor nem lenne normális. Hát bocsánat kérek, egy választás előtt nem arról beszélek, ami kellemetlen, hanem ami jó. És volt egy csomó, ami pozitív volt. Uh-huh. Ez az életszínvonal csökkenés ön szerint meddig tart? Kérem tehát szépen. Hol van a határa annak, hogy... Most adtunk egy konvergencia programot Brüsszelnek, hogy hogy akarjuk az ország további ügyeit vinni. Ebben a konvergencia programban benne van, hogy most 2 évig valamit csökkenni fogunk, és utána visszaállunk a növekedési pályára. Azért van ez kitalálva, mert akkor megint közel vagyunk már a választásokhoz? Részben azért is. Nem kell szégyelni azt, hogy választás előtt az ember a jobbik arcát akarja mutatni, de ez a konvergencia program, ez egy nagyon komoly dolog. Ez egy komoly dolog, ezt nagyon megnézték, és vannak megjegyzések, hogy itt vagy ott talán túlságosan optimista. A lényeg az, hogy a pénzügyminiszterünk ezt most minden évre pontosan megmondta, hogy mennyivel fogunk most romlani. Például az infláció föl fog menni a jelenlegi 3%-ról 5-re, vagy már a Nemzeti Bank 8-at mond, de hát ugye a Nemzeti Bankot mindig 25-tel el kell osztani, amit ők mondanak, vagy 50-nel, mert ezek valami szörnyű, micsoda pessimista hangokat ütnek meg. De hát, hogyha azt nézik, hogy a növekedéssel, meg az adóssággal most fölé megyünk a 60-nak, és 2011-ben már visszamenjünk megint a 60 alá, akkor ez egy, nem egy tartós romlás, hanem egy átmeneti dolog, amit meg kell csinálni. És ez rendbe fogja hozni a gazdaságot? Én szerintem igen. Ne felejts el, hogy nagyon jó beruházások történtek az elmúlt években, és most ezzel a pénzzel, amit fogunk kapni, rendbe hozzuk az infrastruktúrát. Itt mindenhol a határig autópályák lesznek, vasút villamosítva lesz. Szóval egy csomó olyan dolog lesz, ami megkönnyíti a mi helyzetünket, és ezt nem is kell visszafizetni. Na most az, hogy a mind ellenzék vezére elmegy Brüsszelbe, és tart egy beszédet, amelyben felszólítja a brüsszeli hatóságokat, hogy ne adjanak pénzt annak az országnak, amely csal, lop, hazudik, stb. Nem mondja, hogy Magyarország, de hát miután előtte 2 héttel elmondta, hogy mi milyen egy kormánnyal bírunk, hát azért ne haragudjon. Erre nekem azt mondják a nyugati barátaim, hogy sok mindent hallottak már, de hogy arra szólítson föl egy volt miniszterelnök nemzetközi szervezetet, hogy a megítélt és már jóváhagyott támogatást vonja vissza, hát erre még azért nem volt precedens a történelemben. Uh-huh. Az igaz, hogy kezd kivonulni a tőke az országból? Nem igaz. Ebben az évben is 4 milliárd körül lesz a bejövő tőke. Egy szó se igaz. De akkor miért lehet ilyet mondani? Hát mondani lehet, hát hogyha annyi mindent mondanak, ami nem igaz, csak azért, hogy rontsák a közhangulatot. Hát azért hallgasson végig egy beszédet, amit ezek itten a Kossuth-Lajos tére, vagy valahol elmondanak. Hát ez az ország a csőd szélén áll, itt borzasztó a helyzet. Miért borzasztó a helyzet? Az ellátás jó, a külkereskedelmi mérleg javult valamit, nem sokat, de valamit. Szóval. Hogy néz ki a többi volt ütköző állam? Sikeresebbek vagy kevésbé sikeresek, mint mi? Hát mi körülbelül a második, harmadik helyen vagyunk. A csehek néha valamiben jobbak, mint mi vagyunk, de nem sok mindenben. Egy csomóval szemben, a lengyelekkel szemben pedig mindenben jobbak vagyunk. És vannak olyan kivételes dolgok, hát például vannak a balti országok. Azok jobban állnak adósság szempontjából. De arról nem beszélnek, hogy az alatt a 40 év alatt, amíg ők a szovjet hatalom részei voltak, kiléptek ebből a cégből, az adósságot elfelejtették magukkal vinni. Ők nullánál indultak. Aha. Az azért nagy különbség. A lengyelek pedig elmentek sírni, és kaptak egy engedményt a hitelből. Effektív leírták a hiteleik egy részét. Ez egy jó megoldás. Hát, ezt mi miért nem tudtuk megcsinálni? Azért, mert hogyha mi akarunk egy hitelt, akkor mi nem szeretjük, hogy tőlünk megkérdik, hogy mire, meg miért, meg hogy. Megmondjuk, hogy mennyit, és erre 3 héten belül együtt van a pénz. Nézze meg a lengyelt, ha fel akar venni egy hitelt, hogy mit kell neki szenvedni, hogy mire kell, oda mennek, előtte megvizsgálják. Szóval azért ez nem egy olyan, mondjuk,
vitám dolog, hogy valaki azt mondja, hogy az adósságának a felét engedjék el. Annak vannak konzekvenciái. Volt Szocsiban egy aláírás, amit szerintem a magyar sajtó nem kezelt kellő súllyal, ugye Putyin és a magyar miniszterelnök között, ott három témáról szóltak a tudósítások, az egyik ez a gáztározós program, tehát energia, a másik a mezőgazdasági, az agrármegállapodás, ez szerintem egy lényeges pont, és nem beszéltük ki, a harmadik pedig a határszéli Záhony. Logisztikai központ. Záhony, igen. Igen. Engem az agrár része érdekelne igazából, mert amit olvastam, amire rátaláltam, abban mind az jön ki, hogy tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek mezőgazdasági kapcsolatait hozza vissza a volt Szovjetunió és Magyarország, illetve most Oroszország és Magyarország között, vagyis azt, hogy a mezőgazdasági termékeinket minden mennyiségben átveszik. És ráadásul a határon. De ez igaz? Hát jól értékelem én ezt? Nem értékeli túl. Itt valami borzasztó nagy hiba történt. Volt egy miniszterelnökünk, Isten nyugosztalja, Antal József, aki úgy gondolta, hogy mi az oroszokkal, a szovjetekkel való kapcsolatot túlfeszítettük, és ebből a együttműködésből, amit lehet, vissza kell venni. Ezzel mi elvesztettük a legnagyobb piacot a mezőgazdaság cikkekre. Egy csomó iparcikket tudtunk eladni, gyógyszert például, és egyebeket, aminek nagy az elemi tartalma. Szóval ez egy, nem akarom minősíteni, ez egy öngyilkos politika volt. Most az oroszok persze nem nagy dolog készpénzért bárhol be tudnak vásárolni, és ne felejts el, hogy az olaj és gázárnak az a rettenetesen megnövekedett összege, az az Oroszország részére ma egy óriási bevételi többletet jelent. Oroszország tartalékai ma a világon az egyik legnagyobbak. Tehát ő készpénzért fizet. Egy ilyen ügyfelet elzavarni... Jó, hát akkor, amikor ez megtörtént a 90-es évek elején, akkor ez még nem így nézett ki. Kérem szépen, a legnagyobb piacot fölrúgtuk, ez így nézett ki. Csak nem szerettük az oroszokat, és ezért most gondoltuk, hogy ma ide jönnek, és térden állva fognak könyörögni, adjunk nekik még egy kis búzát, vagy kukoricát, vagy húst. Nem jöttek, elmentek nyugatra, mert volt pénzük, és ott bevásároltak. Akkor végül is nagyon nagy sikernek könyvelhetjük el ezt a megállapodást, hogyha ebbe tényleg az van, hogy minden mezőgazdasági terméket át fognak venni, mert akkor nem lesz sertésválság, nem lesz kukoricaválság, nem lesz semmilyen, hanem mindent el tudunk adni. Én nem tudom, hogy ez milyen mértékű. Én azt tudom, hogy az orosz-magyar kapcsolatok javulása, a magyar külkereskedelemnek kulcskérdése és a legpozitívabb jelenség, ami az utolsó években történt. Ez nekünk egy nagy dolog, és ha a Putyin hajlandó velünk, úgy, mint régen, barátilag is tárgyalni, tehát, hogy amit lehet, megvesz tőlünk, és nem megy el a világ másik végére, akkor erre mi csak tapsolhatunk, és megköszönhetjük. És a másik pont, amiről szintén nem nagyon esett szó, ez a logisztikai központ Záhonyban? Hát nézze, én Záhonyban speciálisan ugye van egy vállalat, aminek én vagyok az elnöke, én ezt a Záhonyt, ezt nagyon régóta mondom, hogy ennek egy csodálatos geográfiai előnye van. Három ország határa, folyóvíz van, a Tisza ott van, szóval van egy olyan cirkusz, hogy a vasútnak a nyomtáva, igen, széles is, szélesebb odakén, mint nálunk. Igen. Ez egy óriási beruházás volt ezelőtt sok évvel. Nálunk ez Záhonyban megvan, ez az átrakó dolog, hogy a keskeny nyomtáv, széles nyomtáv, ezt nem kell újra megépíteni. Mi leálltunk erről a szovjet kereskedelemről néhány évre, ez az Antalféle politika eredményeképpen, most erre próbálunk visszaállni, de minden kész van. Itt nem kell még egyszer beruházni. Na most, hogyha ez a három ország, négy ország, mert ugye most már Románia is nem sokára tagja lesz ennek az Európai Uniónak, ennek van egy központi helye, ahol ezt technikát, meg egyebet ki lehet fejleszteni, ez egy Isten áldás. Uh-huh. És oda érdemes volna beruházni. És a Putyin tárgyalásokon ez a szó elhangzott, hogy Záhony. Hadd kérdezek valamit, ha most befektetni való pénzzel lenne, mit csinálna vele? Hát én mostan konkrét leszek, mert ezelőtt heteken keresztül más nem, az én telefonvonalam az majdnem ilyen izzó állapotban volt, mert ugye rengeteg rossz hír jött a magyar forinttal kapcsolatban.
A maga igen. biztos olvas, tehát maga egy olvasó ember. Jaj, megtisztelt, köszönöm. Igen. Na most ezekben az volt, hogy baj van. Akik engem fölhívtak a világ legnagyobb bankjainak, a legfontosabb emberei, akik a pénzt kezelik, és azt kérdezték, János, most mit csináljak? Mondom, vegyél forintot. Azt hitték, hogy nem vagyok normális. És mondják, hogy miért? Mondom, azért, mert van három dolog előttünk. Egy, meg fogják kérdezni a parlamentet, hogy megbízik-e ebbe a kormányba. Ezt a kormány meg fogja nyerni. Ez 2% javulás. Utána azt fogják kérdezni tőlünk, hogy ezzel a brüsszeli konvergencia programmal mi a helyzet. Az első menetben azt fogják mondani, hogy ez nem elég jó, itt meg ott kell javítani. Aztán elfogadják, ez megint 2%. A forint előtt most van egy harmadik ugrás, amikor kiderül, hogy a forinttal nincsen semmi baj, és akkor az boldogan visszajönnek, mert a kamatban sokkal jobban fizetünk, mint más. Amikor ezt végighallgatták ezek az én barátaim, azt hitték, hogy viccelek. Csak miután 50 éve dolgozunk együtt, azért tudják, hogy az én vicceim mögött azért valami szerint van valami. És vettek forintot, és tessék megnézni, hogy hol áll a forint. Forint most már másfél hónapja csak erősödik. Az euróval szemben 2,85-ről 2,60-ra ment le. Szép. Fekete úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.